Érpatak egy mintegy 1800 fős kis település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az itt élőket a 49-121-es bekötő út kapcsolja össze, elsősorban Újfehértóval, de a megyeszék helyjel egyaránt. Az 5,5 kilométeres szakasz felújítására közel 40 évet várt a település. Ebben az évben sikerült forrást nyerniük a korszerűsítésre. Nem is kérdés szerintem senki számára, hogy mit is jelent az út egy településnek. Maga az összeg közel 500 000 000 forint az, amit településünk a kormány révén megkapott, és 5,2 kilométer útszakasz valósult meg ebből az összegből. A fennmaradó közel 700 méterre is már kaptunk ígéretet, hogy a jövő év folyamán az is megvalósulásra kerül. Érpatak el lett volna vágva a külvilágtól, ha ez a beruházás nem történt volna meg, fogalmazott a polgármester. A belterületi szakasz felújítása után egy másik útvonalon, Nagykáló és Geszterét felé is kiépül majd a jól járható úthálózat. 2019-ben több eredményes pályázatról is beszámolt a polgármester. Ilyen volt többek között a helyi konyha 24 millió forintos felújítása, valamint hogy 13 új útszakaszt tudnak bekapcsolni a települési kamerarendszerbe, ezáltal is javul a közbiztonság Érpatakon. A 2019-ben indult Magyar Falu program más lehetőségekre is biztosít forrást a településnek. A Magyar Falu keretében valósult meg az úthálózatunk. Magyar Falu keletében kaptunk még két pályázatot is nyert településünk, egy 5 milliós keretet a temetőnk körbekerítésére, és szintén közel 5 milliót egy óvodai udvari játékok beszerzésére. Az érpataki iskola évek óta üresen áll. Az épület energetikai felújítására is nyert az önkormányzat egy pályázatot. Több mint 100 millió forintból korszerűsíthetik az intézményt, amit a tervek szerint újra szeretnének majd használni 5 éven belül. Jelenleg most a környező települések oktatási intézményeiben tanulnak az érpataki gyerekek, ez pedig mindennapi ingázást jelent a 160 tanuló számára.